Köszöntöm nézőinket, Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazinunkat látják. Következzenek elsőként kiemelt híreink röviden. Nemzeti konzultáció az enyhítésekről. Vitályos Eszter Pest megye 3-as számú választókerületének elnöke mondta el a legfontosabbakat. Vörös kód figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Házasság hete. Egy budakalászi házaspár mesélt az életéről. Több mint 300 ezer magyar állampolgár kapta meg a védőoltást eddig. Csütörtökön elkezdték oltani a 75 év alattiakat. Amíg az átoltottság egy bizonyos szintjét nem érjük el, kockázatos lenne az enyhítéseket bevezetni, amiről nemzeti konzultációt indít hétfőtől a magyar kormány, de emellett az iparűzési adó kompenzációja is szóba került Pest megye 3-as számú választókerületének elnökével, Vitályos Eszterrel folytatott beszélgetésünk során. A kormány rendelkezése értelmében a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. Budakalász is ide tartozik a közel 11 ezeres lakosságával. A támogatást két egyenlő részletben, legkésőbb 2021. június és október hónapjában folyosítja a kormány. A nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig egyenként tekintik majd át. Magyarország kormánya hozott egy olyan intézkedést, amivel azt gondoljuk, hogy segítünk a magyar családoknak, a magyar vállalkozásoknak azáltal, hogy több marad a kasszában, nevezetesen, hogy bizonyos árbevétel alatti cégek esetén, ezek mikro, kis és középvállalkozások, az iparűzési adónak csak a felét kell befizetni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy segítség a magyar családoknak. Az ellenzéki baloldali képviselőtestületek, önkormányzatok, polgármesterek pedig úgy próbálják beállítani, hogy ez az összeg, ezzel kvázi megbüntetjük azokat az önkormányzatokat, ahol más vezetés van. De még egyszer mondom, itt nyilvánvalóan nem ez a cél. Magyarországon az oltási hajlandóság folyamatosan nő. A Központi Statisztikai Hivatal minden héten reprezentatív felmérést végez ezzel kapcsolatban. December első hetében még a lakosság kevesebb, mint fele mondta azt, hogy biztosan, vagy legalább talán beoltatná magát. Ez az arány mostanra 65% fölé nőtt. Annak érdekében, hogy vége lehessen ennek az áldatlan állapotnak, és a járványtól elköszönhessünk, meg kell várni természetesen azt, hogy a lakosság részén, vagy a lakosságban egy megfelelő átoltottsági helyzet jelentkezzen. Ehhez pedig megfelelő számú vakcina kell. A lekötött 2 millió adag orosz vakcinából februárban 200 ezeret vár Magyarország, a kínai oltóanyagból pedig várhatóan jövő héten érkezik meg az első 500 ezeres szállítmány. Utóbbit a Népegészségügyi Központnak még meg kell vizsgálnia, fűzte hozzá Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón. Azt is kiemelve, hogy a kínai vakcina a világon már több mint 30 millió embert oltottak be, például délvidéken élő magyarok is kaptak belőle. Az elmúlt napokban osztotta meg közösségi oldalán dr. Vitályos Eszter, államtitkár az alábbiakat. A vakcina beadásának időpontjáról és helyszínéről csak a házi orvosok tájékoztathatják a korábban regisztráltakat. Pont Pest megyében merült fel, vagy itt voltak azok a csalók tetten érhetőek, akik ebből is megpróbáltak egyébként hasznot húzni. Felhívták egész egyszerűen az időseket, és meg akartak velük beszélni egy időpontot, hogy ők, mint orvosok, megjelennének és beadják az oltást az időseknek. Volt, akik ezért pénzt is kértek, volt, akik azt mondták, hogy ha nem oltatja be magát, az is pénzbe kerül. Tehát különböző módszerekkel szerettek volna bejutni a lakásokba, de én úgy tudom, hogy talán a felhívást követően egy-két napon belül el is fogták őket. Decemberben a kormány döntésének köszönhetően a vendéglátást, turizmust, fitnesstermekhez kötődő vállalkozásokat megsegítve 50%-os bértámogatást biztosít az ezen területen dolgozó munkaadóknak, ha megtartják alkalmazottaikat. Februártól már előre a hónapot megelőzően lehet tulajdonképpen igényelni ennek az összegét, és itt még azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy egy összegben meg fogják ezeket kapni a vállalkozások. Ennek az intézkedésnek a révén egyébként több mint 140 ezer magyar vállalkozásnak próbálunk megsegíteni. És én azt gondolom, hogy ha itt arról lenne szó, hogy lehetne lazítani már a korlátozásokon, akkor mindenki azt szeretné, hogy első körben az éttermeket, a szálláshelyeket
oldjuk fel a korlátozások alól. Az állattartással kapcsolatban indított nemzeti konzultációt a kormány február 7-én. Jövő héten hétfőtől, február 15-től az enyhítésekkel kapcsolatban kezd konzultációba az ország vezetése. Tavaly tavasszal úgy alakult, akkor is volt egy nemzeti konzultáció a járványhelyzetről, akkor állást foglaltak a tekintetben, hogy amit nem tudnának elviselni, azok az óvodák, bölcsödék, az általános iskolák és a munkahelyek bezárása, amit, hogy is mondjam, inkább el tudnának viselni, bár azt is nehezen, azok a szálláshelyek, a vendéglátóhelyek, a színházak, a közösségi terek bezárása. Tulajdonképpen most is ezek a korlátozások vannak érvényben, és azt gondolom, hogy ezen változtatni valóban nagyon nagy felelősséget jelent a kormánynak, és biztos vagyok benne, hogy nem fog a kormány elhamarkodott döntést hozni a tekintetben. A nyitásról tervezett online konzultációról Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban elmondta, péntek délután készül véglegesíteni az 5-6 kérdést, a kérdőív pedig ugyanazon az internetes felületen történik majd, mint a regisztráció. Vörös kód figyelmeztetést adott ki több térségre is az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendkívüli hideg időjárás miatt. A figyelmeztetés alatt fokozottan figyelni kell a nehéz körülmények között élőkre és a hajléktalanokra is. Budakalász a Dunakanyari és Gyermekjóléti Szolgálat ellátórendszeréhez tartozik. Itt kell bejelenteni, ha valakinek segítségre van szüksége. Különleges felhívás a vörös kódjelzés, mind a szociális rendszernek, mind a társadalomnak. Arra kérnek mindenkit a szakemberek, ha bajba jutott, hajléktalan embert látnak, hívják a diszpécser szolgálatot. Ez a vörös kód, ezt sokan tudják, hogy azt jelenti, hogy nagyon hideg állt be az országba, mínusz 20 fok is lehet több megyében, szerencsére talán Pest megyében ennyire hideg nem lesz, azonban itt is mínusz 10 fokokra számíthatunk, körülbelül szerda délig, vagy akár még szerda napközben is ez a hideg, ez még mindig itt lesz körülöttünk. Különösen a hajléktalanokra gondoltunk, amikor a vörös kód élete belépett, de nem csak a hajléktalanok vannak ilyenkor veszélyben, hanem veszélyben van ilyenkor az a sok általában leginkább idős ember, akik esetleg egyedül élnek. Az is lehet, hogy nem egyedül élnek, de mégis a szociális körülményeik olyanok, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos létezést ezekben a napokban. Arra gondolok ilyenkor, hogy nincsen mondjuk tűzifájuk, esetleg, ha nem is tűzifával fűtenek, de még sincs meleg a lakásban, esetleg nincsen megfelelő melegruha, akár az élelmiszerből is kifogyhatnak, valakinek nehézség ilyenkor elmenni a patikába. Úgyhogy ez a két nagy csoport, akire különösen oda kell figyelni, a hajléktalanokkal külön foglalkoznak természetesen a szociális intézmények és a hajléktalan szállók. Nem maradhat hajléktalan ember az utcán. Ez azért is fontos, mert este 8 után mostanában kevesebben vagyunk, úgyhogy gondolni kell azokra, akik úgy maradnak kint este 8 után, hogy nem is vesszük őket észre. Van egy telefonszám, hogy a hajléktalanokkal találkozunk, akik veszélyben vannak, őket éjjel-nappal lehet hívni. A képernyőn látható ez a telefonszám, és hogyha olyan szomszédról, ismerős barátról, családtagról tudunk, aki esetleg egyedül marad, vagy nincsen segítő közeg, akkor egy másik telefonszámot, az úgynevezett krízis telefonszámot érdemes hívni, ez szintén éjjel-nappal lehet, ez is látható a képernyőn, bármikor, amikor akár csak a kéte is felmerül, hogy jól van-e, vagy biztonságban lesz-e még hétfőn is, akkor ezeket a számokat lehet hívni. Ezeken a számokon természetesen feldolgozzuk, hogy miről van szó, milyen probléma az, ami itt megoldásra vár. Elsősorban meleget kell biztosítani, élelmiszert, bármilyen más segítséget, és a megfelelő helyre irányítjuk azokat az embereket, akik rászorulnak. Fontos, hogy a felajánlások eljussanak a nehéz helyzetben lévőkhöz, mert sok esetben tűzifára, annak szállítására és felvágására is szükség lenne. Élelmiszerre, tiszta, meleg ruhára, sapkára, kesztyűre, takarókra mindig szükség van. A Budakalászi Családsegítő és a Szentendrei Családsegítő egy intézmény, úgyhogy bármelyik településen van probléma, ugyanazokat a számokat érdemes hívni. Budakalászon nagyon felkészült kolléganők vár, a segítséget, illetve a segíteni vágyókat, vagy az ötleteket, hogy hol tudunk segíteni, úgyhogy
azt javaslom, hogy bármelyik számot hívják, és mi fogjuk tudni, hogy melyik területen ki az, akit értesíteni kell. Megerősített utcai szolgálat gondoskodik a hajléktalanokról a következő napokban. Mivel a hideg idő még napokig kitart, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kérte az autósokat, hogy csak a téli útviszonyoknak megfelelően felkészített gépkocsival induljanak útnak. A házasságot ünnepeljük február második hetében. A budapesti központi programra Makovec Virágot, a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársát és Holló András társastánc tanárt is meghívták, hogy beszéljenek a házasság fontosságáról. Mi a viharálló szerelem titka, és mit tehetnek a párok annak érdekében, hogy a nehézségek ne széthúzzák őket egymástól, hanem még erősebb szövetségé kovácsolják őket. Közel két évtizede Angliából indult el a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét már 4 kontinens 21 országában ünneplik. Nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott ehhez, kifejezve elköteleződését a házasság és a család ügye iránt. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A központi programokra egy budakalászi pár is meghívást kapott. Ez egy központi kérdése a házasságnak szerintem, hogy az első döntés, az annak nagyon meghatározónak kell lennie. És én a tegnapi előadáson is elmondtam, hogy ez ugyan egy nagyon szilárd alap két ember kapcsolatában, amikor meghozza azt az első döntést, de hogy folyamatosan nagyon sok igent kell még kimondanunk az életünk során, ha ezt az első döntést igazán komolyan akarjuk venni. Amikor az ember találkozik a társával, általában fiatalon, tehát induljunk ebből a verzióból, akkor a saját személyiségének érettségi szintjén meg tudja élni a kapcsolatát a másikkal. És az élet folyamán az ember egyre inkább bölcsebb lesz, egyre inkább változik, és más-más szinteken tudja megélni ezt a kapcsolatot. És én azt mondom, hogy a házasságban az ember egyre boldogabb lesz. Mindazokon túl, amikor átmegy ezekre a nehézségeken. Tehát azt szoktam mondani, hogy az ideális házasság az, ami tulajdonképpen a nem jó házasság. Az ideális házasság, ahol megtörténnek a konfliktusok, megtörténnek azok a csiszolódások, aminek meg kell történni, megtörténnek azok az érési folyamatok a férben és feleségben, amitől egyre gazdagabbá válik a személyiségük, és egyre mélyebben meg tudják egymást szeretni, és szerintem az egésznek ez a kihívása és a meghívása a házasság intézményének. Andrásnak egy súlyos motor balesete volt 13 évvel ezelőtt, melynek következtében szegcsonton lefelé lebénult. A baleset nagy mértékben alakította a személyiségét, és a férfi mi voltát is újra kellett értelmeznie. Nagyon fontos szerintem az, hogy számomra, az én oldalamról, hogy én a baleset következtében kezdtem megtapasztalni, milyen az, hogy férfinek lenni. Tehát előtte egy elkényeztetett suhancként jöttem ebbe a házasságba. Igazából egy jó nehéz keresztet hoztam magammal a virágnak, önmagamban. És a baleset után elindult egy folyamat, egy érési folyamat. És azt kell mondanom, hogy ahhoz, hogy én férfiként nap mint nap ezt a tüzet éleszteni tudjam a virágban, ahhoz kell egyfajta férfi tudat. És a férfi tudatomban benne van az, hogy ez nagyon összetett, próbálom röviden megfogalmazni. A férfi tudatomban az van benne, hogy a virág nem a tulajdonom. A virág egy teljesen szabad létező, tehát azzal, hogy ő igen mondott rám, nekem ajándékozta önmagát, az ő szabadsága nem csorbult egy figasznyit sem. Tehát nekem vigyázni kell rá, hogy ezeket az igeneket, amiket minden nap rám ki kell mondani, ezeket könnyen ki tudja mondani, a lehető legkönnyebben. Tehát úgy kell viselkednem, olyan emberré kell válnom, aki számára szerethető. Vagyis a felelősségem
az, hogy a virág jól érezze magát mellettem. És valahogy úgy érzem, hogy egészen addig, ameddig egy férfi oldaláról a felesége felé a tulajdon viszony, a tulajdon gondolatának a legkisebb szikrája is benne van, addig az a házasság az nem fog jól működni. Mert sajnos férfiak mi ilyenek vagyunk. Tehát úgy érezzük, hogy húzzuk az igát, és akkor ezzel nekünk jogaink vannak, úgymond. De el kell felejteni. Tehát a feleségünkkel kapcsolatban nekünk nincsenek jogaink. Virág és András 22 éve házasok. Hogyan lehet fenntartani a tüzet egymás között több évtized után? A mindennapi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy én tényleg minden pórusommal próbálok a virágra figyelni. Nekem nagyon fontos az, hogy a virág boldog legyen. Nagyon érzékenyen figyelem azt, hogy mikor nem boldog. Bármi miatt. Akár miattam, akár bármi más miatt. És mindig megpróbálom őt átsegíteni azon a fázison, ami neki nehéz. És ez oda-vissza én is úgy érzem, hogy virág ugyanígy viszonyul hozzám. És ez az állandó jelenlét, ez az állandó figyelem egymás felé, ez hozza meg azt, hogy fenntartjuk ezt a tüzet egymásban. Én ezt tudnám erre mondani. Igen, bár nekem azért a közös kávézások, meg a mozizások, azok nagyon sokat jelentenek, és nagyon sok pluszt adnak, és ami még szerintem nagyon szuper, hogy nagyjából közösek a hobbiaink. Például mind a ketten imádjuk a kertet, és az is nagyon, hogy is mondjam, felemelő, vagy lélekemelő tud lenni, amikor egymástól teljesen függetlenül molyolunk a kertben, és tudjuk, hogy ott a másik, és néha, hogy jaj, gyere csak ide, nézd, milyen gyönyörűen nő ez a növény. De hogy meg tudjuk osztani az örömeinket egymással minden téren igazából. Ez is nagyon szuper. Meg hát a bánatot is, de azt szoktam mondani, hogy ugye a megosztott bánat fele bánat, a megosztott öröm dupla öröm, és ez tényleg nagyon így van, hogy jó így együtt. Néhány éve jelent meg Holló András könyve, a Táncon innen és túl című kötet, amely a pár házasságába enged betekintést. Tulajdonképpen onnan jött az ötlet, hogy ebből a történetünkből érdemes egy könyvet írni, hogy akik ismernek bennünket, azok azt mondták, hogy abból lehetne tanulni, esetleg el lehet gondolkodni mindazon, ami velünk történt, és lehet, hogy ha minél több emberhez eljutnának ezek az információk, akkor több embernek tudnánk esetleg a házas életében, vagy kerekesszékes helyzetén segíteni ennek a lélektani feldolgozásában. Idén a házasság hete programjai által kiemelt könyv Mihalec Gábor család- és párterapeuta szerzeménye, a Viharálló szerelem, amelyben a mindennapi gyakorlatba is átültethető tudást osztja meg a szerző azokkal a párokkal, akik szeretnék a kapcsolatukat előre felvértezni mindazzal, ami az élet nehézségeinek sikeres leküzdéséhez szükséges. Dabasra látogat vasárnap délután a Budakalász kézilabda ZRT. A kalásziak a tabella 8. helyén tanyáznak. Ahhoz, hogy minél előkelőbb helyen végezzenek a férfi KNTH kézilabda ligában, fontos lenne a győzelem megszerzése. Szurkoljunk együtt a fiúknak! Végül a várható időjárásról. Kemény fagyok várhatóak a hétvégére. Szombat hajnalra mínusz 10 fokot is mérhetünk. Vasárnap napközben érheti el a 0 fokot a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Több mint 300 ezer magyar állampolgár kapta meg a védőoltást eddig. Csütörtökön elkezdték oltani a 75 év alattiakat. Az enyhítéssel kapcsolatban pedig jövő héten indul a nemzeti konzultáció. Vörös kód figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálata a következő napokra. Budakalászi házas pár mesélt az életéről a házasság hetek központi programsorozat keretében. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalász műsorát. Hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon.
Ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!